A nyílt nap idejére nyüskő forgataggá változik a B-épület aulája. A középiskolás diákok elvegyülnek a standok között, beszélgetnek a szakjukat bemutató hallgatókkal, oktatókkal. Nagyon kedvesek voltak azok, akik itt fogadtak bennünket. Nagyon, az edukáción is nagyon szimpatikusak voltak, és megkaptam minden információt. A szervezők a program teljes időtartama alatt nem csak az egyetem széles képzési kínálatát bemutató standokkal, hanem pályaorientációs önismereti tanácsadással is várták az érdeklődőket. A leendő hallgatók minden kérdésükre választ kaphattak. Hát igazából tetszik, hogy itt, mint kisebb intézményként több időt fordítanak a diákokra, és emiatt... A délelőtt első programjaként dr. Nagyné dr. Stribül Tünde oktatási igazgató tartott általános felvételi tájékoztatót, melyben az eljárás menetéről mesélt a diákoknak. A karok is tartottak előadásokat, ahol bemutatták a választható alap- és mesterszakokat, felsőoktatási szakképzéseket. Hát úgy hallottam, hogy itt nagyon jó az anyagmérnöki szak, és hát ez iránt érdeklődök elsősorban. Teljes mértékben meg vagyok vele elégedve, szeretnék idejönni tovább tanulni. Sok óra és labor megnyitotta kapuit a fiatalság előtt, bemutatókat tartottak arról, hogyan is néz ki az egyetemi oktatás. Többre igazából azért jöttem el, hogy megnézzem, milyen is az egyetemi élet, meg hogy néz ki maga az épület, meg minden. Reméljük, mindenki kapott választ kérdéseire, és szeptemberben már hallgatóként üdvözölhetjük a látogatókat.